És akkor folytatjuk pénzügyjel, ahogy említettem, mert az idei esztendőben is meghirdette pénzügyi mesterképzését a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központja. Ez egy keresztfél éves képzés, és hogy mit kell tudni róla, mik a legfontosabb tudnivaló, kik jelentkezhetnek, egyáltalán miért fontos, hogy bárki ezt a szakot válassza ezzel kapcsolatban. Köszöntöm vendégeimet itt a stúdióban. Elsőként dr. Csanádi Ágnes egyetemi docenst, a pénzügy MSC szak vezetőjét itt Zalaegerszegen. Jó estét kívánok! És elkísérte Ágnes dr. Jó István, oktatási dékán helyettes egyetemi adjunktus, ugyancsak a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központjából. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, és mi is köszönjük, hogy szólhatunk erről a képzésről. Mert hogy egyébként nem új képzésről van szó, jól gondolom, ennek már régi hagyományai vannak itt Zalaegerszegen. Igen, természetesen a hosszú, több mint 50 éves zalaegerszegi oktatásban, közgazdasági oktatásban több mint egy évtizedes múltra tekint vissza a pénzügymesterképzés, hiszen 2012. szeptember 1-én kapott jogosítványt a Zalaegerszegi Egyetemi Központ jogelődje arra, hogy ezt a képzést folytathassa, és megvoltak hozzá a kompetenciák. Tehát van tapasztalat már, és nem csak hogy tapasztalat, hanem egy folyamatos fejlődési folyamat is lezajlott. Mert hogy ezen a területen is kell változtatni, kell haladni a korral. Bizony, a 21. század rendkívül sok kihívást tartogat a pénzügyekben is. Nem beszélve arról, hogy a pénzügyekben bekövetkezett változások mögött ott van az informatika. Tehát ma már a kettő nem csak a szakma fejlődése, hanem az informatikai háttér is karöltve jár. Na most ebben a képzési formában igyekszünk mi ezt a kettőt ötvözni. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen minden évben változnak a tantárgyak tartalmi körei olyan módon, hogy igazodunk a megváltozott helyzethez, igazodunk a változásokhoz, és a legfrissebb pénzügyi és egyéb szakmai ismeretekkel látjuk el a hallgatókat. Mennyiben különbözik, mennyivel több a mesterképzés az alapképzéshez viszonyítva? Ó, hát sokkal mélyebb. Tehát nyilvánvalóan, hogy az alapképzésben is megkapják a hallgatók azokat a fontosabb, most én pénzügy számvitel alapszakról beszélek, hiszen ez egy nagyon fontos előzménye volt a pénzügy mesterképzés Zalaegerszegre való hozatalának, pontosabban zalaegerszegi oktatása engedélyezésének. De a különbözőség a mélységben rejlik, és azon kívül olyan területeket ismerhetnek meg a hallgatóink a mesterképzés keretében, amiben a BSC képzésen nem foglalkoztak. Tehát csak jelzem, hogy ezek az újdonságok miben jelennek meg. Például adatbányászat. Ma már elképzelhetetlen, hogy úgy bocsássanak ki pénzügyi végzettségű szemét az egyetemről a képzési kimeneti követelményrendszer szerint, hogy ezt ne ismerje meg. Sőt, ebbe tovább léptünk, hiszen ennek még egy továbbfejlesztett változatát, mélyebb változatát is oktatjuk. Továbbá megjelent a fintek, megjelentek azok a pénzügyi területek az oktatásban, amelyek korábban nem szerepeltek a tankönyvekben. Új alapokra szeretnénk helyezni például a matematika-statisztikai oktatást, ami azt jelenti, hogy elsősorban a gyakorlatorientáltságot erősítjük tovább, eddig is az volt a cél, de a tovább erősítésben azt értem, hogy a végzett közgazdászaink a jól alkalmazható, gyakorlatban jól alkalmazható ismeretekkel rendelkezzenek. És ez ebben is kíván nekünk is előrelépést, korszerűsítést. És szeretném elmondani, hogy a hallgatóink véleményét, végzett hallgatóink véleményét is a képzés egészéről, amikor már ugye egészben látják, hogy mit kaptak, milyen kerek ismeretanyagot, akkor meg szoktuk kérdezni. És ezeket a véleményeket is beépítjük, hiszen ők többségében már a munkaerőpiacon vannak, tehát onnan jönnek be a képzésre, tehát tudják azt, hogy mi az,
amire nekik szükségük van, mi az, ami előre visz, és továbbfejleszti őket is, meg esetlegesen a céget. És ha még annyit szabad mondanom, hogy a cégek esetében is én valószínűsítem, hogy fog bekövetkezni fordulat, amikor ők is a pénzügyi szakembereiktől elvárják már ezt a képzési szintet. Ugyanis a mesterképzéssel, meg egyébként a pénzügy számvitel, gazdálkodás, menedzsment alapképzéseinkkel a térségnek a szakemberigényét mi ki tudtuk elégíteni, és talán egy kicsit a munkáltatók meg is szokták, mert elég jó szakmai színvonalon bocsátottuk ki a hallgatókat mindig. Meg is szokták ezt, és valószínű, hogy nekik is váltani kell, hiszen egy mélyebb ismerettel rendelkező közgazdász, aki a szakterületének az igényével szerzi meg a tudást, tehát igényesen és magas szinten és mélyen és különböző területeken, ami segíti a vállalatoknak a döntés előkészítését, a befektetési folyamatait, ők is egyre inkább rá fognak jönni, hogy nagyon érdemes olyan munkavállalóba befektetni, aki ezt a képzést elvégezte, illetve birtokolja ezt a tudást. De hogy hogyan lehet elvégezni ezt a képzést? Hogyan lehet bejutni erre a mesterképzésre? Azt már Istvántól kérdezem, mik a feltételei a jelentkezésnek, és meddig tehető meg ez? Hát alapvetően gazdálkodási képzés területről tudnak bejönni a hallgatók, nem csak pénzügyi számvitelről, ahogy Ági is mondta, hanem gazdálkodás és menedzsment, bármilyen gazdálkodási képzésről jöhetnek alapképzésről, de igazából nem teljes körül lezárt gazdálkodási területre, hanem akár tényleg mérnök informatikus területről is el lehet jönni. Ugye itt az a nehézség mérnök informatikus területnél, hogy ott vannak bizonyos alapvető alapozó tárgyak, ami minden területnél, szakterületnél megvan, de ugye ezek mellett van egy ilyen felzárkóztatás, ami a pénzügyel kapcsolatos. Tehát ez, ami így nehézséget jelent, de már ilyen hallgatónk is volt mérnöki területről, aki bejött hozzánk pénzügymesterképzésre. Én csak egy mondattal egészíteném ki Istvánt, hogy a gazdasági informatikus képzés is jelen van a Zalaegerszegi Egyetemi Központ és a gazdálkodási kar, ezen belül a gazdálkodási kar képzési palettáján, és a gazdasági területről, gazdasági informatikai területről is várjuk a jelentkezőket, hiszen ők meg olyan informatikai többlet tudással rendelkeznek, amihez hozzá kell kapcsolni a pénzügyeket és a kiegészítő tárgyakat, ami nagyon jó a munkaerőpiacnak. Meddig lehet jelentkezni? Van, gondolom, egy határidő, meddig kell beadni a jelentkezéseket? November 15, tehát az utolsó határidő. Ugye a mai világhoz igazodva online lehet jelentkezni, és október 15-én indul a rendszer. Tehát van egy hónap, ami rendelkezésre áll a jelentkezőknek, hogy tudnak jelentkezni. Érdemes akkor megfontolni, és ahogy említették, több területről is lehet idejönni. Még egy utolsó kérdés, Ágnes azért némileg említette ezt a bizonyos matematikát. Azért én mindig úgy gondolom, hogy a pénzügyi területen sokaknak ez a matematika az, ami mumus, vagy esetleg elrettentő. De most már más a szemlélet, ugye? Most már nem kell olyan dolgokat tudni, amire lehet, hogy aztán az életben nem is lesz szükség. Folyamatosan változtatunk ezen is, és most tulajdonképpen a következő időszakra már szakmailag beszélgettünk erről, hogy elsősorban azt az ismeretanyagot szeretnénk a hallgatóknak átadni, amit a gyakorlatban igazán használni tudnak. Tehát kevéssé fókuszálni az elméletre, jobban a gyakorlatorientáltságra. Ebben igény is van, tehát a hallgatók részéről is, másrésztről pedig úgy ítéljük meg, hogy azokat a szellemi kapacitásokat olyan dolgokra használják fel, és olyan tudásszerzésre, ami tényleg a munkavállalónak is hasznos, és a munkáltatónak is az lesz. Mert kész szakemberek kerülnek akkor már ki az egyetemről. Így van, így van. És ugye ebben az a jó a levelező képzés kapcsán, hogy már benne vannak a gyakorlatban, és ők is tudják azt, hogy mi hiányzik, hogy mit szeretnének még, amivel erősítenék a szaktudásukat. Egyébként csak egy megjegyzés, hogy nagyon jó az elhelyezkedési lehetőségük, tehát
a specifikus ismeretekre különösen igény van a gyakorlati életben, és hát nem utolsó sorban azért nagyon megfizetik a jó pénzügyeseket, tehát azért ezt se felejtsük el. És valóban az zalaegerszegi képzés mindig híres volt arról, hogy már a diplomaosztón mondjuk 2-3 állás ajánlattal rendelkeztek a hallgatók, úgyhogy ez gondolom, hogy a jövőben is így működik. A mesterképzésen most is így volt. Már kaptak állásajánlatot, igen, a védéskor. Köszönjük igen. szépen, hogy mindezeket elmondták nekünk. Kedves nézők, akkor tehát tanulásra fel, élethosszig lehet tanulni, ugye általában erre szoktunk buzdítani, itt van akkor a jó lehetőség, pénzügy, mesterképzés, a Pannon Egyetem zalaegerszegi karán.